30 ország versenyzői úsznak szombaton a Balatonban a nyíltvízi úszóvilágkupán. Balatonfüred 2010 óta ad otthont világbajnokságoknak, ez pedig nagy ismertséget jelent a városnak, mondta az esemény sajtótájékoztatóján dr. Bóka István polgármester, aki hozzátette, a hétvégén számos kulturális eseményt is rászerveznek a világkupára, hogy az ideérkezők a lehető legszínesebb élményt kaphassák. Rasovszky Kristóf, kétszeres Európa-bajnok és junior világbajnok úszó azt mondta, jó a felkészültsége, a víz hőmérséklete is ideális lesz, a dobogón szeretne végezni. Ugyancsak a dobogót célozta meg Olasz Anna is, aki a versenyszámok előtt azt mondta, mindig szeret itthon versenyezni. Szántó Dávid, a szervezőbizottság elnöke pozitívan nyilatkozott a helyszínről. Balatonfüreden első rangúak a feltételek, mindig nagyon családias hangulatúak a versenyek, mondta. Az úszók a szombaton 9 órakor kezdődő megnyitó után azonnal vízbe vetik magukat. Fél 10-kor 52 férfi, 9:40-kor 44 női versenyző vág neki a 10 kilométeres távnak. Az eseményeket a vízben és a vitorlástéren elhelyezett kivetítőkön is lehet majd követni. A verseny eredményhirdetése várhatóan 12:30-kor lesz, így már délután elkezdik bontani a világkupára épített létesítményeket a Rózsakertben.